November végétől díszíti a Kossuth teret a 30 méter magas világító óriáskerék, ami az adventi időszakban gyönyörű panorámát nyújt azoknak, akik felülnek a hatalmas látványosságra. A Vidán Parkot üzemeltető vállalkozó összefogott egy másik vállalkozóval, aki szintén várja a vásárlókat az adventi forgatagban, és úgy döntöttek, meglepik azokat a családokat, akik csak visszafogott körülmények között ünnepelhetnek. Dohány Ferenc és Király Róbert megkereste az önkormányzatot, a Család és Gyermekjóléti Központ pedig segített neki kiválasztani azt az 50 családot, melyet szombat délelőtt megajándékoztak a Kossuth téren. A családok választhattak egy karácsonyfát, a fenyőhöz pedig szaloncukrot is kaptak. Az óriáskerék melletti asztalon számtalan csomag várta a résztvevőket, a gyerekek kedvéért édességet is csomagoltak a szatyrokba, de tartós élelmiszereket és gyümölcsöket is kaptak a családok. A legnagyobb meglepetés talán az volt, hogy a résztvevő gyerekek két órán keresztül használhatták az óriáskereket és a kis vasutat is, így nem csak tárgyakkal, hanem új élményekkel térhettek haza. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a meghívást kapjuk a gyermekjóléti szolgálattól. Én részemről öröm, a gyermekek részéről, hogy ne mondjam, még nagyobb öröm. Nem minden nap van ilyen élményben részük, és most tényleg nagyon örültünk neki, hogy lehetőséget kaptunk erre a meghívásra. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ éves szinten 5-6 ezer családdal foglalkozik, különböző adományokkal segítik a rászorulókat. Viszont szerintük a minőségi, közösen eltöltött idő a legnagyobb ajándék. Ilyen típusú felajánlást ritkán kapnak. A mi adventi időszakunk már talán szeptember végén elkezdődik, lehet így mondani, hiszen minden évben nagyon nagy karácsonyi adománygyűjtő akciót hirdetünk. Azt gondolom, hogy évről évre egyre nagyobb a lakosság adományozási kedve, így mi karácsony előtt 350-400 családnak tudunk ajándékcsomagot összeállítani, ebben játék, könyv, illatszerek, kozmetika és természetesen tartós élelmiszer is szerepel. A gyerekek két órán keresztül játszhattak a Vidán Park eszközein szombaton, a karácsonyfák pedig azóta már mindenkinek a saját otthonát díszíti.